Szolnokra a Hilt térre érkezett a Szegedi Egyetem szűrőbusza. Az országos május 4-én indult világviszonylatban is kiemelkedő szűrőprogram utolsó napján az eddigi eredményekről és a koronavírus okozta járványjal kapcsolatos legfontosabb információkról is beszámoltak. Az országos program négy orvosképző egyetem közreműködésével zajlik. Továbbra is ezt a fegyelmezett életet kell élnünk. És ahhoz, hogy tudjuk, hogy pontosan mi van, nagy köszönet a Szegedi Egyetemnek, a Szegedi Klinikának, hogy most idehozta azt a buszt is, amin tovább lehet folytatni a tesztek végrehajtását. Megyénkben a behívottak valamivel több mint felement el a vizsgálatra. Ezzel a legsikeresebb terület lett Szolnok. Érdekes tapasztalat, hogy a Jász -Nagy konszolnok megyében kiértesítettek 54 a vizsgálat részt a szűréseken, ám azok, akik nem kaptak meghívást, mégis szívesen részt vettek volna, vagy részt vennének a vizsgálaton. Itt ma őket is szűrték. Ám csak a behívottak mellett, és kizárólag a kapacitás erejéig. Délután már rengetegen álltak sorban a busz előtt, mindenkire azonban nem kerülhetett sor a 10 órától 18 óráig zajló szűrésen. A kutatása a korcsoportonként véletlenszerűen kiválasztott és a szűrésre behívott populáció adatait és eredményeit tartalmazza majd. Fontos ez a vizsgálat, hiszen tudjuk azt, hogy ez az új típusú koronavírus fertőzés, bár súlyos szövődményekkel jár, de 80%-ban tünetmentesen zajlik. A megyénk 21 településén 650 emberen végzett tesztek nem mutattak pozitív eredményt. Országosan is csupán két esetet szűrtek ki. Nem mondhatjuk azt, hogy olyan sokan estek át a fertőzésen, hogy nincs meg annak a kockázata, hogy ez a fertőzés terjedjen a populációban. Tehát a lakosságnak mindenféleképpen úgy kell élnie a továbbiakban, hogy részben együtt kell élnünk azzal, hogy a vírus jelen van, másrészt pedig folyamatosan ügyelnünk kell arra, hogy csökkentsük az esélyét annak, hogy ez a járvány fellángoljon. A helyzet pozitív hozadéka, hogy az ország megtanult kezet mosni, tette hozzá az elnök, ami a jövőben is fontos védekezési eszköz. Ezt egészíti ki a kilincsek, klaviatúrák és villanykapcsolók fertőtlenítése, valamint a maszk használata. A szakemberek szerint ősszel várható majd a betegszám emelkedése, hangsúlyozta, hogy a kutatók folyamatosan dolgoznak a vírus elleni vakcina kidolgozásán, ám ennek fél éven belül biztosan nem lesz eredménye.